ezt a 1800-as évek végén épült házat látogattuk meg, néztük meg részletesen. Érdekes, hogy a gazdák a teheneket csónakkal átvitték környező szigetekre, hogyha itt elfogyott a fű. Itt a hát legfontosabb része a kályha. És nem olyan messze tőle az ágy. Az asztal, a sarokban az ikon, a szamovár, és alatt egy ketrec, amivel tyúkok voltak. Ez már egy gazdagabb család lakása. Volt nekik órájuk. Dolgozó sarok. És családi képek. Ez itt a padlás, a téli szántkókkal, a csónakkal. Gyilfakérek, hátizsákok, és a férfinek az a szalos műhelye. És itt megfigyelhető a ház szerkezete, a gerendák, és a gerendák között a szigetelést biztosító moha.